képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, miért asszisztál a magyar kormány a WHO pandémia szerződéséhez, mely nemzeti szuverenitásunkat is korlátozza? Közfelháborodás váltott ki, amikor ön nemrég bejelentette, hogy Magyarországra is látogat a WHO főigazgatója átadni a budapesti központjukat. Azonban hiába kérdeztem öntől, hogy pontosan mikor jön Magyarországra a WHO terrorista főigazgatója. Ön erre nem adott konkrét választ. Amennyiben ezt titokban szeretnék ezt a átadást megejteni, akkor még bizonyos szempontból örülök is neki, hogyha valami szégyenérzet van a kormányban. Viszont kérem megfontolni azt, hogy a kétes múltú Tedros Ghebreyesus WHO főigazgató hatáskörei ugye jelentősen bővülnének, ami alapján országokon átnyúló kényszerintézkedéseket tudnának elrendelni. Ebből már láthattunk ízelítőt a Covid diktatúra idején, amikor a WHO javaslatára értelmetlen lezárásokkal, lényegében kényszer oltásokkal, az emberi szabadság legalapvetőbb értékeinek sárba tiprásával diktatórikus döntéseket hoztak, sok ország gazdaságát tönkre tették. És hát aggodalommal tölt el minket, hogy egy olyan személy, mint Tedros Ghebreyesus, aki korábban terroristának minősített szervezetet vezetett, amelynek működése során kínzások, üldözések, tömeggyilkosságok történtek, bármilyen döntést is hozhasson, ami a magyar embereket érinti. Az pedig, hogy ön a barátjának is nevezte ezt a személyt, az egy újabb aggodalom számunkra. A magyar kormány kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Miniszter úr, őszintén szóval a Mi Hazánk mozgalom már nagyon unja ezt a folyamatos mantrázást és kijelentést. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag. A Mi Hazánk mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetrésszel szemben elnyomó politikát folytató, soviniszta Ukrajna gazdasági, katonai, politikai, diplomáciai, mindenféle támogatását. És ennek ellenére azt látjuk, hogy a kormány békepárti propagandája, látszólagos politikája mögött érdemi támogatások is vannak Ukrajna irányába. A legnagyobb közfelháborodás még fideszes szavazók körében is azt gondolom, hogy a NATO bővítés nagykoalíciós jelleggel történő megszavazása okozta. Mi azért szorgalmazzuk továbbra is a vétót, legalább Svédország esetében, mert a világháború felé tett újabb lépésnek, katonai provokációnak tartjuk a katonai Svédország esetében is. Finnország esetében is azt gondolom, hogy hiba volt, és Svédország esetében is hiba lenne, hogyha a kormány továbbra is tartaná ezt az álláspontját, hogy támogatják a bővítést. Én azt gondolom, hogy a NATO bővítés, Finnországa való bővítése után nem is csoda, hogy Magyarország is felkerült a Oroszországgal barátságtalan országok listájára. A másik bizonyíték a kormány háborúpártiságára ugye a gazdasági szankciók, a gazdasági háború támogatása, az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott, főként a magyar mezőgazdaságnak. Az elmúlt években most már azt gondolom, hogy a magyar érdek kellene, hogy legyen az első. A magyar emberek döntöttek, 97% nem a szankciókra, ugye ezt láthattuk az óriás plakátokon szerte az országba. Ennek ellenére Orbán Viktor mégsem vétózta meg azokat Brüsszelben, tehát én azt gondolom, hogy a szemfényvesztő kormány propagandával szemben az amerikai érdekek kiszolgálásához asszisztál Magyarország is sajnos. Miért? Miért nem látjuk a szép hangzatos, örömmel hallott szavak és propaganda után végre az érdemi tetteket is akkor legalább ennek fényében? És Ukrajna magyar pénzügyi támogatása az egyik legérthetetlenebb számomra, amire szeretnék választ kapni, hiszen például a március 16-ai kormányhatározat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az Unión keresztül a magyar ellenes ukránokat, illetve az EU-n keresztül vétó helyett asszisztálásunkkal folyik például a lőszer támogatás is. Végül, hogy csak még egy kérdést és példát hozzak, hogy miért támogatjuk a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is az ukránok háborúját közvetlenül is. Azt gondolom, hogy ezen ideje volna változtatni. Miniszter úr, az Ukrajnával kapcsolatos szavakban legalábbis békepárti állásponttal szemben miért támogatja Izrael háborúját diplomáciailag a semlegességünk helyett a magyar kormány? Hiszen a Mi Hazánk mozgalom a terrorizmus minden formáját elutasítja, viszont fegyvertelen civilek lemészárlására a hosszú évtizedek óta tartó palesztin-izraeli konfliktus során mindkét fél részéről láttunk sajnálatos példákat. Izrael és Palesztina esetében az ENSZ által is szorgalmazott kétállami megoldást támogatjuk.
és hát a soha nem látott pusztulást hozó harmadik világháború felé tartunk. Ezt meg kellene akadályozni. Magyarországnak nem lenne szabad beavatkoznia. Önök mégis ezt teszik. Egyelőre csak diplomáciai alak, de inkább meg kellene állítani a háborús őrületet, a népirtást, mert minden kioltott élet valójában csak a globális irányítók érdekeit szolgálja. A gázai övezetben már most sokkal több civil halálos áldozat van, mint az ukrajnai háborúban közel 2 év alatt. Tömeges gyermekgyilkosság önvédelemből? Hát hogyan támogathatnak ilyet? Az izraeli háborúval kapcsolatos magyar parlamenti nyilatkozatot ugyebár azért nem szavazta meg a Mi Hazánk Mozgalom egyetlen képviselője sem, mert az egyoldalú kiállás volt Izrael mellett, béke helyett háborús uszítással ért fel. Sajnálom, hogy nagy koalíciós összefogással leszavazták a Mi Hazánk Mozgalom mindhárom módosító javaslatát, amit benyújtottam, és a béke és Magyarország semlegessége helyett az Izrael melletti egyoldalú kiállás volt a fontos, és úgy tűnik, hogy a Mi Hazánk Mozgalom maradt egyedül a béke pártján. És végül e tekintetben szeretném az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát is kezdeményezni, ismételten miniszter úrnál is, ahogy Irakban és Csádban sem volna keresni valójuk a magyar katonáknak, inkább az automata fegyverekkel ostromlott déli határkerítésünknél kellene szolgáljanak honvédjeink, de a parlamentben egyedül maradtunk a javaslatunkkal. Miért? Ugye a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja, hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Ráadásul Magyarország terror fenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Egy egész lövész szakaszt is állomásoztat a magyar kormány Libanon és Izrael határán, ahol evakuálták is már a lakosokat. Ezért kérdezem, hogy hajlandók-e a magyar katonák hazahozatalára. Köszönöm szépen. A WHO főigazgatójának látogatására egyelőre nincsen dátum, és hát a képviselő úr ismer engem, nem szoktam én titokban tartani a nemzetközi programjaimat, tehát arról mindig mindenki teljes körben tájékozódhat, hogyha lesz időpontja Gebreyesus elnök úr főigazgató látogatásának, az természetesen nyilvánosságra fogjuk hozni, de egyelőre még ilyen nincsen. Ukrajna területi integritása mellett kiállunk, ez természetes, mint hogy minden ország területi integritása mellett szerintem ki kell állni, és ez nem összekeverendő, pontosan jól idézte a képviselő úr a NATO szerződés 5-ös cikkével, amely ugyebár a tagországok tért támadás esetén a közös védelemre irányul. Erről szó sincs, hiszen Ukrajna nem tagja a NATO-nak, és mint mondtam önnek, mindent el is követünk annak érdekében, hogy a NATO azon döntése, amely arra irányul, hogy előzzük meg a NATO és Oroszország konfliktusát, az élet érvényben maradjon. Ez a törekvésünk, ez sikeres volt. Ukrajna támogatása kapcsán azt tudom önnek mondani, hogy mindig is támogattuk Ukrajnában az intézmények működését, legyen szó kórházakról, legyen szó szociális intézményekről, egyházakról. Ezt a jövőben is fennkívánjuk tartani, kórházak, humanitárius támogatás a jövőben is fennmarad, tekintettel arra, hogy ha ezt nem tettük volna meg, akkor a kárpátaljai magyarságnak egy csomó intézményének a működése került volna abszolút veszélybe. Fegyvereket továbbra sem szállítunk Ukrajnába, és továbbra sem engedjük, hogy bárki más a magyar-ukrán határt használja fegyverszállításra. És Oroszország a barátságtalan országok listájára nem akkor rakott fel minket, amikor Finnország NATO csatlakozását ratifikálta a parlament, hanem akkor, amikor az első vagy talán második szankciós döntések megszülettek, hogyha jól emlékszem. A külügyi bizottság egy kiemelt fóruma a külpolitikai konszenzus építésének is, és én azt kell mondanom, hogy noha meglehetősen színes összkép volt hallható itt a képviselők részéről, én azért úgy látom, hogy a külpolitikai konszenzus kialakításának az esélye az továbbra is fennáll Magyarországon a legfontosabb külpolitikai orientációs kérdésekben, még hogyha konkrét helyzeteket eltérőképpen is értékelünk. Szeretném megköszönni az egész éves munkáját mindenkinek, hiszen ez az utolsó bizottsági ülésünk ebben az évben. Képviselőknek, munkatársaknak, a sajtó jelenlévő képviselőinek, a vendégeinknek.
Szeretném a képviselőket meghívni a külügyi bizottsági elnöki szobába egy kocintásra. Több kérdésre sem válaszolt a külügyminiszter, például arra, hogy miért támogatják az ukrán háborút a harckocsik működését is biztosító magyar üzemanyaggal, illetve miért folyik asszisztálásunkkal vétó helyett az Európai Uniós lőszertámogatás. Érdekes elszólás volt viszont a külügyminiszter részéről az, hogy szerinte az oroszokkal barátságtalan államok listájára nem azt követően közvetlenül, és hát nem azért került fel, mert megszavaztuk a NATO bővítést, hanem az egyik szankciós csomag Magyarország általi támogatása miatt, miközben a kormány folyton a vétóról, a magyar szabadságharcról beszél, egy újabb elszólással bizonyított, hogy igenis sajnos minden ellenkező kormány propagandával szemben a szankciókat sajnos Magyarország is támogatja. Éppen ezért is elfogadhatatlan számunkra ez a külpolitika. Izrael ügyében semmit sem reagált a külügyminiszter, elfogadhatatlan a Mi Hazánk mozgalom számára, hogy a béke helyett egyértelműen Izrael oldalára állva támogatja annak háborúját, gyermekgyilkosságokat, önvédelemből, ahogy tettem fel a kérdést, semmilyen választ nem kaptam. Beszédes volt Németh Zsolt külügyi bizottsági elnöknek a zárszava, miszerint konszenzus alakítható ki szerinte ezekben a külpolitikai kérdésekben, és ezután kocintásra hívta a külügyi bizottság tagjait. Na ez az, amiben a Mi Hazánk mozgalom nem vesz részt, hiszen korán sincs konszenzus Ukrajna területi integritása melletti folyamatos magyar kiállásban. Ahogy nincs konszenzus, nem lehet konszenzus, mert a Mi Hazánk mozgalom nem támogatja a háborút Izrael esetében sem.